Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, Rózsa Sándor jegyzőurat, hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti hív alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 9 fő. Az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Távolmaradását bejelentette Kovács Sándor, illetve dr. Kapusi Lajos képviselőtársaink. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. 4 pótnapirendi pontra teszek javaslatot, úgy mint előterjesztés dr. Ádám István, Zöldfaút 48 szám alatt a lakos részére lakás bérbeadásáról szóló, többszörösen módosított 348/1997 KT számú határozat módosítására, valamint előterjesztés a Karcag Kisújszállási út 24 szám alatti TRV vízművek karcagi üzemegységének béleményét képező raktárépület tetőszerkezetének felújításáról, előterjesztés karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére begyújtandó pályázatra, és végül előterjesztés a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány alapító okiratának módosítására. Aki a pótnapirendi pontok felvételével egyetért, kényszertartással jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Indítványozom továbbá, hogy a 18. napirendi pont helyébe az alábbi napirend lépjen. Előterjesztés a Karcag Zöldfaút 48/B 1/5 szám alatti önkormányzati bérlakás Simon Emese részére történő bérbeadására. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Ezek után szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Javaslom továbbá, hogy a 18-22-ig terjedő napirendi pontokat, mivel személyes adatokat tartalmaz, illetve taggyűlési napirend, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki tudja ezt támogatni, jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni ezzel bárki is? Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Az elmúlt napokban az egyes számú választókörzetet járva azt tapasztaltam, hogy a Rákóczi út végén önkormányzati tulajdon ingatlan mellett egy szabad területen építkezés folyik. Érdeklődve, hogy milyen építkezés folyik, mert nagyon gyanús építkezés, ilyen ipari beruházásnak tűnő építkezést gyanítottam, és közben megkerestek többen is a választókerületből, akik ott laknak a környéken, és úgy tudják az ott lakók, hogy egy gépjárműosót akarnak létesíteni. Kifogásolják az itt lakók, hogy túlságosan közel van az épületekhez, és való igaz, nem teljes utcaszakaszok választják el az itt lévő tömblakásokat, 8-10 méternél nincsenek messzebb a hálószobablakok, és ugye ez egy elég zajos tevékenység lesz, ha valóban így van, hogy ott egy gépjármű mosó fog létesülni, valami nagyon kis és keskeny zug mellett található még ez a terület, tehát a forgalom is nagyon nehézkes lehet ezen a szakaszon. Én arra szeretném megkérni polgármester urat, hogy kapjak én, mint körzeti képviselő ebbe a témába tájékoztatót, és megnyugtató választ tudjak adni az itt lakóknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Nyester Ferenc irodavezető úrtól kérdezem, hogy tud-e valamilyen tájékoztatást adni ebben a szent pillanatban, vagy írásban kíván majd képviselő úr felé választ adni. Köszönöm szépen. Jó lesz úgy. Rendben van. Köszönöm szépen. Van-e további napi rendelőtű kérdés? Nem látok jelentkezést. Viszont képviselőtestület, a két testület ülés között történt fontosabb eseményekről szeretnék tájékoztatást adni. Március 30-án rendezték meg a sportcsarnokban a húsvétoló rendezvényt a Déri Négy Kulturális Központ szervezésében. 4-én
Pánti Ildikó képviselőasszony lakossági fórumot tartott. A rendezvény előadói dr. Fadakas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr és Kovács Szilvia alpolgármester asszony a legszebb konyhakertek 2013. évi programjáról tartottak ismertetőt. Meghívott vendégként részt vett a rendezvényen Borbás Marcsi, a Gasztro Angyal című televíziós műsor házi asszonya. Ugyancsak 4-én a Jászlóskun-Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség közhasznú non-profit Kft. Taggyűlésén Kovács Sándor elnök úr képviselte városunkat. 5-én a Déliné Kulturális Központban került sor az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Pályázatának támogatásával megvalósuló Karcagi Hulladékipari Központ fejlesztése első ütem projektjének sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényre. A vendégeket Kovács Szilvia alpolgármester asszony köszöntötte, a rendezvényen részt vett Gyurcsek János alpolgármester úr, Pánti Ildikó képviselőasszony és én. 5-én a bögözi pedagógusok színjátszó körének előadását tekinthették meg az érdeklődők a Délidében, Nóti Károly Szeressük egymást című végjátékát adták elő. A városvezetés részéről jelen voltak Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, Pánti Ildikó, Kovácsné Kerekes Katalin, Csányi Sándor és Kovács Sándor képviselők, valamint jó magam. Ugyancsak 5-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban a 2014 és 2020 közötti EU-s források felhasználásához kapcsolódó hazai területi tervezési folyamatok és feladatok áttekintése érdekében tartott egyeztetésen Kovács Sándor képviselőtársunk vett részt. 8-án a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat gazdaságfejlesztési témában kezdeményezett egyeztetést a térség gazdasági szereplőivel. A rendezvényen Kovács Sándor köszöntötte a települési önkormányzati vezetőket és gazdaságfejlesztési szakembereket. 9-én az Érted és Közösségért Karcagi Fiatalok Társadalmi Integrációját Segítő Programok című nyertes pályázat projektje keretében fiatal írók, költők mutatkoztak be a Déliné Művelődési Központ író-olvasó találkozóján. Karcagi város önkormányzatát Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselő asszony és úr képviselték. 10-én a Madarászi Egyesített Óvoda Jáz újra című kiállítás megnyitóját rendezték a Délinében. A rendezvényen Pánti Ildikó volt jelen a képviselőtestületből. 11-én volt a Jászlóskun-Szolnok megyei kormányhivatal vállalkozói fóruma a Karcagi Városházán. A rendezvényen Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte a várost. Ugyancsak ezen a napon a Költészet napja alkalmából Csatáné Balta Irén verseskötetének bemutatóját tartották a Csokonai Könyvtárban. Jelen volt Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Ugyancsak 11-én a Nagykun polgári kör vendége volt Fodor Csaba, Nézőpont Intézet elemzője a Déliné Kulturális Központban. A rendezvényen részt vette Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Molnár Pál, Karcagi Nagy Zoltán, Pánti Ildikó képviselők és jó magam. 12-én a Széchenyi Programiroda a Jászlóskun-Szolnok megyei irodájának vállalkozói fórumán Kisújszálláson Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte a városvezetést. 13-án a TRV ZRT vízvilágnapi rajzpályázatának díjkiosztóját tartották a Délinében. A díjkiosztón alpolgármester asszony mondott köszöntő beszédet. 17-én a Filharmóniai hangversenysorozat előadására várták az érdeklődőket a Délinébe, ahol a közönség az ír zenével és tánccal ismerkedhetett meg. 18-án a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány és a Madarász Imre Egyesített Óvoda Mese Varázs szakmai műhelye mese előadása volt a város óvodásainak a Délinében. Ugyancsak 18-án dr. Kollárné Balla Anna Szeretel című könyvének bemutatójára várták az érdeklődőket a Délinébe, majd a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány és a Rákbetegek Országos Szövetség karcagi szervete nárciszokkal köszöntötte az idősek otthona lakóit. Ugyancsak 18-án az Önkormányzati Szövetségek szerepe a Visegrádi Országokban című országos konferencián Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte városunkat. 19-én az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kamarazenei csoportjainak hangversenyére várták a zenekedvelőket a Déliné Kulturális Központba.
Jelen volt Kovács Szilvia alpolgármester asszony. 19-én a Dédinéi Kulturális Központ Kunkuckó színjátszóköre a Veres Sándor gyermekszínjátszó találkozón ezüst minősítéssel végzett. A csoportvezetője Szabó Péterné. 20-án a Dédinéi Kulturális Központ Bokréta néptánc csoportja a Csányban megrendezett Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági találkozó területi elődöntőjén első helyezést ért el, és tovább jutott a Kárpát-medencei döntőbe. Külön gratulálni szeretnék ennek a csoportnak, és a kapott oklevelet és díszplakettet itt lehet megtekinteni a pulpituson. További sok sikert kívánunk nekik. 21-én tartották Kunszent Mártonban a Nagykundiás Sportviadal labdajáték döntő mérkőzéseit. A sportrendezvényen a város képviseletét én láttam el, a díjak átadásában közreműködtem. Röviden együtt az elmúlt időszak programjairól, és kihasználom a lehetőséget, hogy gratuláljak a mindhárom karcagi középiskolának, hiszen egészen szép eredményt értek el ezen a bizonyos 23. Nagykundiák Sportviadalon, hiszen az első három helyezett csapatok között két karcagi középiskola is található. Első helyezést így a Nagykun kupát elhozta 13. alkalommal a Nagykun Református Gimnázium, harmadik helyezett lett a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági gimnázium és szakközépiskola, és hetedik helyezést ért el a Varró István szakmunkás képző intézet. Kicsi szerencsével akár a hatodik helyet is megszerezhették volna, és akkor 1-3-6 beosztásban szerepelhetett volna a három karcagi középiskola. Mindenképpen dicséretet érdemelnek a versenyzők, a felkészítő testnevelők és tanárok, edzők. De én külön köszönetet szeretnék mondani az általános iskolai testnevelő tanároknak is, hiszen valahonnan ezek a gyerekek jöttek, és nyilvánvalóan, hogy az általános iskolában is olyan tudást, felkészítést kaptak, amire lehetett építeni a középiskolában is. Gratulálok a teljesítményhez újfent. Tisztelt képviselőtestület, még egyszer kérdezem, esetleg napirendelőt szeretne valaki még kérdezni? Amennyiben nem, jelentkezés nem látva, javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pontunk, beszámoló Karcagváros önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tisztelt képviselőtestület, egy nagyon szép és gazdag anyaggal találkozhatunk. Az alapadatok benne vannak a beszámolóban. Röviden csak annyit erről az elmúlt időszakról, hogy a kötelező feladatainkat maradéktalanul sikerült megvalósítani, illetve teljesíteni nagyon-nagyon takarékos gazdálkodással. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság április 18-án találkozott ezekkel a napirendi pontokkal. Támogatást kapott a bizottságtól a beszámoló, illetve az ezt követő három előterjesztés, ami a napirendben mai testületülésünk napirendjén szerepel. Mind a hármat megtárgyalt a bizottságunk, és támogatólag foglalt állást. Ugye benne van az anyagban, hogy jelentősen módosult a költségvetés előirányzata. Ennek az oka a Kátai Gábor Kórház működésének állami átvétele volt. És megtaláljuk az önkormányzati beszámolóban a független könyvvizsgáló jelentést is, mint mellékletként. A jelentés alapján megállapítható, hogy a rendelet tervezetben szereplő 2012 évi könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. És ahogy az említettem az előbb, a következő három napirendi pontot is megtárgyalt a bizottságunk, azt támogatta és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember dolgozott azért, hogy ez a 2012. évi költségvetés megfelelő módon kerüljön fölhasználása, illetve kivitelezése. Köszönet mindenkinek, aki ezen dolgozott, a hivatal munkatársainak, elsősorban a gazdálkodási iroda vezetőjének és munkatársainak, de ugyancsak az intézményekben dolgozóknak, az intézmény vezetőknek, hiszen nagyon sok múlott azon, hogy mennyire tudják tartani a gyeplőt, hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt év az bizony elég szoros és kemény volt gazdasági szempontból. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy valóban maradéktalanul teljesült az, amit elterveztünk a költségvetés megalkotásakor. Jelentkezést nem látok, szavazásra teszem a beszámolót, elfogadásra javaslom, aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, ez tartózkodás vagy nem? Nem volt. 7 igen, 2 nemmel a beszámoló elfogadásra került. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk. Előterjesztés Karcagváros önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról szóló rendelettervezethez. Tisztelt képviselőtestület, a pénzmaradványa a Karcagváros önkormányzatának 2012. évben 423.311.000 forint, elszámolás alapján a központi költségvetés részére ebből 12.248.000 forintot kell visszafizetni, a maradék pedig be van építve a 2013-as költségvetésbe. Röviden ennyit erről a témáról. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Ahogy hallhattuk az imént, a szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja. Dr. Lukács László képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő, tisztelt televízió nézők. Ha jól értem az előterjesztést, az elszámolás, ugye legelején kimutattuk, hogy milyen maradványok voltak, majd azt követően rendelkezik majd az önkormányzat képviselőtestülete azokról a sorokról, illetve azokról az összegekről, amelyek elvonásra kerülnek az egyes intézményektől, tehát amik pénzmaradványként náluk nem kerülnek felhasználásra. Itt én egy igazságtalanságot érzek ebben a pontban, bár az igazságtalanság nem túl nagy összegű, hanem 1,4 millió forint összeget ad ki. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nagyobb figyelmet kellett volna fordítani és megadni ezt a el nem vont összeget az általános iskolai központtól elvont gyógypedagógiai pótlékra vonatkozóan, osztályfőnöki pótlékokra vonatkozóan, decemberi járandóságokról van szó. Ezek összességében ezeknél az oktatási intézményeknél 1,4 millió forintot tesznek ki, és ugye mondanom sem kell, hogy talán az oktatás az egyik legfontosabb terület, ahonnan a változás elindulhat, és nyilvánvalóan az ott dolgozó pedagógusokat ilyennel honorálni lehet, illetve ezt a nekik járó juttatást, ezt érdemes lett volna meghagyni, különösen annak fényében, hogy utána viszont beépítésre került, hogy 8000 forintból a Nagykun látogatóközponthoz építünk kemencét talán, illetve továbbra is 8 millió forintból vásárolnánk gépjárművet, hogyha minden igaz, illetve ez került beépítésre minden esetre, hogy a maradvány erre kerül felhasználásra. Tehát én itt egy kis igazságtalanságot éreztem, remélem jól értettem, és úgy gondolom, hogy ha ezen változtatni lehetne, akkor érdemes lett volna változtatni. Sajnos nem volt módom részt venni ennek a részletes tárgyalásakor a pénzügyi bizottságban, hogyha más a tényállás, akkor nyilvánvalóan majd kijavítanak akár a hivatal, akár az irodák részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha rajtam volna, még ennél is sokkal többet adnék a pedagógusoknak, mint amennyit képviselő úr ajánl. Természetesen örök igazság soha nem lesz, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy csak egy vonalat képviselni, egy dolgot támogatni nem lehet. Magam is pedagógus vagyok, minden rakodom pedagógus, ha valaki támogatja a pedagógusokat, az én vagyok, de ebben a szituációban, amikor tudjuk nagyon jól, hiszen együtt alkottuk meg a 2013-as költségvetést is, hogy azért nem lubickolunk a pénzben, akkor további takarékosságra mindenképpen szükség van. Most lehet példákat hozni, hogy erre miért, arra miért. Tudjuk nagyon jól, hogy nem lehet csak egy vonalat támogatni és minden másról lemondani.
Ugyanúgy kell a járdákat, a csatornákat, a közterületeket, az intézményeket finanszírozni a továbbiakban is. Biztos, hogy jól esett volna ez a pedagógusoknak, és még nagyon sok minden egyéb más is jól esne az intézményekben dolgozóknak. Most úgy gondoltuk, hogy erre nincsen lehetőség. Sajnálom, amikor erre lesz, akkor biztosítani fogunk erre természetesen pénzösszeget, ha lehetőségünk lesz rá. Egyébként a pedagógusoknak a támogatását én magam is javaslom és szorgalmazom, ebben egyetértünk. Kíván a irodavezető asszony szólni, tessék előttük. Tisztelt képviselőtestület, szeretném pontosítani az iskolaközponttól elvont összeget, hogy félreértés ne maradjon. A normatíva igénylésnél többlet lett leigényelve, és a végén felhasználásra kevesebb került sor. Ez nem azt jelenti, hogy nem lett a pedagógusoknak ilyen címen pénz kifizetve, hanem kevesebb ilyen címen alkalmazott pedagógus volt. Ez állami pénz, ezt vissza kellett fizetni. Köszönöm a kiegészítést. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, az előterjesztés elfogadására teszek javaslatot. Ha tudjuk támogatni, kérem jelezzük. Igen, nem. Tartózkodás 7 igen, 2 nemmel az előterjesztés elfogadásra került. Harmadik napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karcagváros önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról. Tulajdonképpen az előző napi rendi pontokra épül ez az előterjesztés. Az ÁSZ felé kell egy jelentést elküldenünk. Ha elfogadjuk ezt az előterjesztést, akkor fogunk tudni eleget tenni ennek a feladatunknak. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk. Aki támogatja, jelezze igen, nem. Tartózkodás 7 igen, 2 nemmel az előterjesztés elfogadásra került. Köszönöm szépen. 4. napi rendi pontunk, előterjesztés a Karcagváros önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról. Tisztelt képviselőtestület, törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor a koncepciót megalkotjuk. Egy kicsikét korábbi időpontban, mint ahogy szoktuk ezt. Csak tájékoztatásképpen szeretném közölni, hogy a mai napon kaptunk olyan híreket, hogy ennek a költségvetési koncepciók elfogadása valószínűleg tovább csúszik október 31-éig, de erről még hivatalos íratot nem kaptunk, így úgy gondolom, hogy mindenképpen célszerű megtárgyalni ezt a napirendi pontot, ezt az előterjesztést. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Dr. Lukács László képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Valóban a város költségvetési koncepciója most minden korábbi megszokottnál sokkal hamarabb kerül ide elénk, és sokkal korábban kell benne bármilyen típusú döntést hoznunk, és talán nem is állnak rendelkezésre azok az adatok, ami alapján lehet, és ezt nagyon helyesen egyébként az előterjesztés is szépen sorra veszi. Minden esetre azért az előterjesztés is megpróbált végigmenni mindazon, ami gyakorlatilag lehetetlenség, hogy számba vegyünk így ennyire előre. Mondjuk úgy, hogy az év elején, bár mondjuk már bőven benne vagyunk az évben. Ami érdekes volt, és amit említett egyébként polgármester úr is, hogy úgy látszik ütem szerint nagyon gyorsítva elkezdtek azon gondolkozni, hogy lehet küszöbölni azt a jogalkotási, jogtechnikai hibát, amit benne hagyott a kétharmados kormány ebben a jogszabályban. Így az államháztartási törvénynek a vonatkozó passzusában valahogy így szerepelt, hogy a polgármesternek egyébként április 30-ig be kell számolni a 3/4 évi addig teljesített adatokról. Hát én úgy gondolom, hogy ez megint azokban a vonalakban illet, ami a Matolcsi féle tündérmese volt, tehát már valószínűleg azon dolgoztak a minisztériumban, hogy oldják meg, hogy áprilisban november 1-e vagy október 31-e legyen. Úgy tűnik talán ezekben a pillanatokban akár ki is hirdethetik, azt hiszem jegyző úrral beszéltünk ezzel kapcsolatosan, akár hatályos is lesz nem sokára ez a jogszabály. Én úgy gondolom, hogy ilyen kapkodás jellemző egyébként majdnem minden téren az állami jogalkotásban, ami azért megfelelő, vagy nem megfelelő, mert
elfogadhatatlan. Ezen túlmenően mi is készültünk volna azért egy olyan koncepcióval, vagy olyan irányvonallal, amit hogyha a mostani koncepcióval el is fogadunk, vagy elmondunk, úgy gondolom, hogy egy irányvonal lehet majd az önkormányzat részére is. Továbbra is, ahogy az előző években is javasoltuk, most is javasoljuk, hogy adóemelés értelemszerűen ne legyen, ne legyenek összevonások, elbocsájtások, leépítések, továbbá ne legyen vagyonfelélés, hiszen nagyon fontos, hogy az önkormányzat egyébként őrizze vagyonát, és a vagyonfelélésre olyan értelemben gondoltunk, hogy ne azért éljünk fel a vagyont, mert működési célra szeretnénk felhasználni az abból befolyó összeget. De kezdeményezik, ahogy eddig mindig kezdeményezik, és tudom, hogy már egyébként talán folyamatban is van, a helyi piac felállítását, az önkormányzati földterületeknek a megművelését, nyilván a közétkeztetésnek a segítésére, illetve a helyi vállalkozók támogatását, helyzetbe hozását, és ami talán egy új vonal, és még tőlünk nem hangzott el, egy helyi rendészeti szervezet felállítását, amely önkéntes segítők bevonásával is működhetne. Én úgy gondolom, hogy ez alapján a hármas jelszó lehetne az önrendelkezés, önellátás, illetve az önvédelem, és ennek mentén javasolnánk egyébként egy másik fajta koncepciót is felépíteni a mostani leírt koncepció helyett, illetve amellé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, ilyen kifejezéseket használt, hogy úgy tűnik, úgy gondolom, hát ez mindegy fikció tulajdonképpen, ezt a szövegkörnyezetből is kiolvashatjuk, illetve kihallhatjuk. Semmiféle kapkodásról szó nincsen, nyilvánvalóan egy valamilyen jól megfontolt, átgondolt szervezésből került aztán az ki, illetve derült ki, hogy tolódik ez a dátum. Mi mindenképpen ragaszkodni fogunk a jogszabályokhoz, az a kötelesség, más nem is nagyon tehetünk. Az elmondottak ezek a javaslatok közül, miután már több éve vitatkozunk itt, illetve egymást győzködjük a koncepció bizonyos eleméről, teljesen megegyeznek a Fidesz frakció véleményével, hiszen ezt mi korábban is javasoltuk, az önrendelkezés az teljes mértékben megvan, az önellátáson tudja nagyon jó képviselő, hogy nagyon sokat dolgozunk, és már komoly eredményeket értünk el. Hát az önvédelem területén továbbra sem tudok egyetérteni képviselő úrral, nekem szent meggyőződésem, hogy megvannak azok a hivatalos szervek, amelyeknek a feladata az, hogy a város lakosságát megvédjék, és semmiféle önálló hadrendet nem kívánunk itt ebben a városban bevezetni, mint ahogy az országban sem szeretnénk, hogyha ez lenne. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Én javaslom, hogy azokat a irányvonalakat fogadjuk el, ami ebben a költségvetési koncepcióban van, még a számok nélkül is, amire fogunk tudni támaszkodni a következő időszakban, hiszen ezek már a korábbi években is az alapját képezték a város építésének, a közös építkezésnek. Ha nincs további jelentkezés, akkor kérem szavazzunk, aki tudja támogatni a koncepciót, jelezze igen, nem. Tartózkodás 7 igen, 2 nemmel, a koncepció elfogadásra került. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunk előterjesztés, egyes módosító és hatályon kívül helyező önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Tisztelt képviselőtestület, az írott anyag egyértelmű. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 6. napi rendi pontunk, gyakorlatilag az előzővel majdnem megegyezik, előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, szavazzunk, igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontunk a 2012. évi ellenőrzési jelentésről szólnak. Köszöntöm Csiszáné Takács Erikát, illetve Elek Eszter revizorokat, és már most a jelentés elfogadása, illetve megtárgyalás előtt nagyon
Szépen köszönöm a munkájukat, egész éves munkájukat, nem könnyű feladatot látnak el, tudjuk nagyon jól, de nagyon hasznos, amit ténykednek és amit művelnek. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, még egyszer mondom, a revizoroknak a munkája nem túl hálás, hiszen azt a feladatot kell ellátniuk, hogy megkeressék azokat a hibákat, amiket esetleg az intézményekben elkövetnek. Ez természetesen néha lehet olyan is, hogy nem szimpatikus, de mindenképpen a jobbító szándék van mindkét revizorunkban, és ez nagyon fontos számunkra is, mert így tudunk visszajelzést kapni arról, hogy melyik intézményben milyen munka folyik, és természetesen a hibák elkerülése, az okítás, a jobbító szándék miatt szükség van ezekre az ellenőrzésekre. Pánt Évikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves vendégeink! Én csak megerősíteni szeretném, amit polgármester úr elmondott a belső ellenőrzés és belső ellenőrök munkájáról. Mindaz, amit elmondott, ez így igaz, és így is érzem, és vallom. És azt, ha hozzáteszük, hogy éppen a múlt évben volt ugye az intézmények átszervezése, ami nem kis feladatot jelentett az intézményeknek sem, de ugyanakkor a felügyeleti szernek, a fenntartónak, az a rengeteg új dolog, jogszabályváltás, amit átélt a hivatal és vele együtt a revizorok, tehát ez még inkább kiemeltebbé teszi ebben a gazdaságében végzett ellenőrző tevékenységüket, képbe kellett lenni nekik, és képbe is vannak a további munkájukhoz is. Úgyhogy én a magam részéről nagy megbecsüléssel, elismeréssel a munkájuk iránt köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítést. Teljesen egyetértek képviselőasszonnyal. Van-e további jelentkezés? Még egyszer köszönet belső ellenőrünk munkájáért. További sok erőt kívánunk ehhez. Elfogadásra javaslom a jelentést, aki egyetért, jelezze igen. Nem, tartózkodás, 7 igen, 2 nemmel a jelentés elfogadásra került. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szól. Vitára bocsájtom a napi rendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Mindig, amikor az összefoglaló jelentést olvasom, akkor valahol azon izgulok, illetve mindig azon töröm magam, hogy nehogy kiderüljön valami olyan az önkormányzat felügyeletét tartozó szerveknél, ami bármilyen jogsértést vagy törvénysértést megvalósít. Úgyhogy mindig szomorúan tapasztalom azt, hogyha ilyen van. És sajnos az előző években is volt arra precedens, hogy volt bizony olyan szerv, akinek nem sikerült maradéktalanul betartani a jogszabályok által megkívántakat, és egyébként nagyon helyes munkával ezt az ellenőrök, belső ellenőrök fel is tárták. Ismételten sajnos előfordult egy olyan eset, ami mellett szerintem nem érdemes és nem is szabad elmennünk, és bár tudom, hogy ebben nem egyezik sokszor az álláspontunk, de bizony a felelősséget sokszor meg kell keresni és meg kell találni, hiszen a felelősségnek pont ez a szó lényege, hogy az elkövetett cselekményért valaki tartozzon számot adni. És most, hogy ne bukva nyelven beszéljek, illetve nehogy úgy beszéljek, hogy senki ne értse, én a jelentés 5. oldaláról kívánok idézni pár sort. A jelentés 5. oldalán ezt található. A Kátai Gábor kórházról szól. Az intézmény a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére szerződést kötött az Integra Consulting Zrt-vel 7.990.000 forint plusz áfa összegben. A szerződésről hiányzott az ellenjegyző aláírása, amely nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhetett sor. Az Integra Consulting Zrt a számlát benyújtotta, amely utalványozás és ellenjegyzés nélkül került kifizetésre. A fentieken túl az ellenőrzés megállapította, hogy az említett szerződés összeférhetetlenségi szabályokat is sért,
hiszen az Integra Consulting ZRT vezérigazgatója, Donkáné Verebes Éva, aki egy személyben a Kátai Gábor Kórház kijelölt és megbízott önkormányzati biztosa is volt. Ezen túlmenően a tervezési szerződést az intézmény a GAV kötőjel Art Studio Kft-vel megkötötte, az engedélyezési terv elkészítésére 6.490.221 forint plusz áfa összegben, a szerződésről szintén hiányzik az ellenjegyző aláírása. A benyújtott számla utalványáról hiányzik az intézményi ellenjegyző, valamint az önkormányzati biztos ellenjegyző aláírása. Ennek ellenére a számla 8.112.776 forint végösszege kiegyenlítésre került. Én ezzel kapcsolatosan kettő dolgot szeretnék kérdezni, illetve lesz majd valószínűleg egy ügyrendi javaslatom is. Elsődlegesen történt-e ebben felelősségre vonás, illetve történt-e feljelentés, mert túl azon, hogy egyetértek azzal, ami le van írva egyébként később a jelentésben, hogy ebben az esetben fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezték, és fegyelmi eljárás, ha minden igaz, meg is indult. Én úgy gondolom, hogy más jellegű cselekményt, illetve más hatóságnak a hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyről van szó. Így hát a kérdésem megismételve az, hogy történt a feljelentés megtétele az ügyben, illetve amennyiben nem, úgy javasolom, és ez lenne valószínűleg az ügyrendi javaslat, hogy a képviselőtestület szavazzon abban a kérdésben, hogy az általa tapasztalt, a jelentés 5. oldalán olvasható bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tesz-e a nyomozóhatóságnál, vagy nem. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, egy baj van, ez az előző napi rendi pontnak a anyaga, már most mi a 8-asnál tartunk, az előzőről már szavaztunk. Úgyhogy sajnálom, de ebben az ügyben már most nem tudunk visszatérően dönteni. Ön, amit idézett, az az előző napirendi pont, a 7. napirendi pont anyagát idézte, most meg már a 8. napirendi pontnál tartunk, legyen kedves ehhez hozzászólni, úgyhogy most ezt úgy veszem, mintha meg se történt volna ez a hozzászólás. Tessék figyelni. Jelentkezés? Tessék valamit. Elnézést kérek, tisztelt polgármester, akkor valószínűleg valóban én hibáztam saját magamnak ide a 8-as napirendi pontot jegyeztem föl még a tegnapi nap folyamán, amikor én ezt átnéztem. Mindaz, hogy hibáztam, illetve hogy tévesen mondtam, hogy a 7-es napirendi pontnál ezt szóvá tettem-e vagy nem, én úgy gondolom, hogy ez mind nem volna semmit abból a tényből, amit a jelentésben tapasztalunk. Tehát az, hogy nem a napirendi pontnál tárgyaljuk, tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy mi vagyunk azok a személyek, illetve mindenki az a személy, hogyha megfelelő törvénysértést észlel, akkor köteles a hatóságnál azt bejelenteni. Tehát úgy gondolom, hogy függetlenül, hogy a 7-es vagy a 8-es napirendi ponthoz tartozott. Ebben, ha most dönteni nem is döntünk, én úgy gondolom, hogy mindenki a saját lelki ismerete szerint kötelessége, hogy ezt megtegye, amit javasoltam. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, még egyszer mondom, hogy így akkor végig oda-vissza ickázhatunk az 1-től a x-edik napi rendi pontok között. Hát visszatérni nem tudunk. Többször megkérdeztem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény. Vártam megfelelő ideig. Jelentkezés nem volt. Véleményt önök nyilvánítottak, nemmel szavaztak. Mindenki a lelkismerete szerint szavaz természetesen. Visszatérni nem tudunk. Még egyszer kérdem, hogy a 8. napi rendi ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? Biztos, hogy nincs? Akkor szavazzunk. Aki tudja támogatni, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül, illetve akkor 7 igen és 2 nemmel elfogadásra került a 8. napi rendi pontunk. Köszönöm szépen. 9. napirendi pontunk, tájékoztató a város belvízvédelmi helyzetéről és a további feladatokról. Tisztelt képviselőtestület, az elmúlt év és az idei év az igencsak bővelkedett mindenféle furcsaságban. A tavalyi év az aszályról szólt, az idei év eleje pedig már a nagyon sok csapadékról és a vízről. Ennek megfelelően ezt a témát, ezt a tájékoztatót bőséggel lehet boncolgatni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, már csak azért is, mert a város az egy mélyfekvéssel település, és bennünket bizony sokszor sújt a belvíz, még egyes extrém csapadék mennyiség esetén
a csapadék víz is gondot jelentett a korábbi években, hál' Istennek már most elmozdulás tapasztalható ezen a téren, tehát egy érdekes téma, vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Addig, amíg tetszenek gondolkozni, a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság karcagi szakaszmérnöksége, a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat, illetve a Városgondnokság jelentései alapján készült ez a tájékoztató. Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ez az év volt talán az első év, amikor elmondhatta a három szervezet, aki részt vett a védekezésben, mind a város belterületén, külterületén, hogy az országos átlaghoz képest jobban álltunk. Nem volt ez mindig így, ugyanis nem voltak azok a munkák elvégezve, gondolok itt az elmúlt 20-30 évre, és az elmúlt 10 évben olyan fejlesztéseket sikerült végrehajtani, amelyek sokkal jobbá és hatékonyabbá tették a belvízvédekezést. Gondolok itt a belterületi vízelvezetésre, csapadékvízelvezetésre vagy belvízmentesítésre, valamint a külterületi vízmentesítésre is. Látható, hogy a külterületi vízmentesítésnél, meg nagyon jól ismerem is a szakmai apparátusát, hogy egy fiatal, esetleg középkorú gárdából álló, néhány idősebb korban lévő vezetőtől eltekintve egy fiatal középkorú gárdából álló csapat végzi a munkát, akik látva azt, hogy milyen fontos feladat látnak el, és látva azt, hogy milyen nehéz ez, amikor is ténylegesen be kell avatkozni, megtették azokat a prevenciós lépéseket, amelyeket meg kellett tenni ebben a témában. Az elmúlt évben annak ellenére, hogy nem volt nagy mennyiségű csapadék, látható, hogy a éves csapadék mennyiségnek a fele esett le 2012-ben, a prevenciós tevékenységet elvégezték, és ennek az áldásos tevékenységnek a hatására következhetett az be, hogy túlságosan nagy problémát nem jelentett a külterületi belvíz. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem voltak vízborításos területek, de ha azt megnézzük, hogy korábban akár hónapokig is fellelhetőek voltak nagyobb kiterjedési vízfoltok a karcak határában, most ez sokkal hatékonyabb és sokkal jobb volt. A Nagykunsági Vízgazdálkodási Társadnak is látható, hogy egy jó szakmai apparátussal és jó műszaki háttérrel rendelkező szervezete van, aki sok esetben nem csak a érdekeltségi területén tudja ezeket a feladatokat elvégezni, amely közel 100.000 hektár, hanem sok esetben állami megrendelés alapján akár más területekre is ki kell vonulni, ahol nem tudják az ottani társadalmak megoldani természetesen elsőbséget, a saját területei élveznek, de volt már rá példa, amikor máshol is ki kellett vonulni. Szeretném kiemelni még azt, hogy a három szervezet nagyon jól együttműködik, folyamatos jelentés van egymás irányába, tájékoztatja mind a Városgondnokság, mind a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat, mind pedig a Vízügyi Igazgatóság karcagi szakaszmérnöksége az, hogy milyen feladatokat látnak el, mi várható, hova lehet vizet átemelni, esetlegesen miben tud a három szervezet egymásnak segíteni. Én úgy érzem, hogy példaértékű, ez akár országos szinten is, és ennek az összefogásnak, valamint ennek a prevenciós munkának, valamint ennek a szakmai apparátusnak az eredménye az, hogy jobb minőségben el tudták ezeket a munkákat végezni, és nem okozott akkora problémát itt a belvíz, hozzáteszem. Okozott itt is, de nem az országos médiában látható problémák jelentkeztek. Szeretném kiemelni azt, hogy a Városgondnokság a városnak a belvízmentesítési feladatával van megbízva. Itt is sokkal könnyebb volt a feladat, mint az elmúlt években, ugyanis köszönve azoknak az országos programokra, gondolok itt közmunkaprogramokra, startmunkaprogramra, amelyben műszaki fejlesztéseket is végrehajtatott a Városgondnokság, valamint olyan csatornaszakaszokat, olyan belvízmentesítési elvezető árkat tudott rendbe tenni, amelyekre nem volt az elmúlt időszakban lehetőség rendbe tudta tenni, és ennek az áldásos hatása meg is figyelhető volt. Néhány esetben volt csak olyan fölkérés a lakosság részéről, hogy menjen ki a Városgondnokság, nézze meg, próbáljon segíteni.
Ezek közül egyetlen egy alkalom volt az, amikor közterületi csatornát érintett, de ennek megoldása néhány órán belül megtörtént. Én szeretném itt fölhívni a lakosság figyelmét arra, hogy most igaz, hogy száraz időszak van, a csatornákból, a zárkokból levonult már a víz, nagyon sok helyen meg tudjuk oldani az átreszek tisztítását, de én úgy érzem, hogy minden lakónak érdeke az, hogy a átreszeket a ház előtt tisztítsa meg, a füvet kaszálja le, mert nem lehet tudni, hogy jövő héten, holnap, vagy esetleg esetleg egy hónap múlva milyen idő várható, és hogyha nagy mennyiségű csapadék hullik le, akkor sokkal jobb a vízelvezet is, hogyha ezek a csatornák rendben vannak. Azt még mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy a lakosság minden esetben, amikor szóltak, megértő és konstruktív volt a városgondosságnál, megértették, hogyha olyan probléma van, amelyet esetlegesen egy-két órán belül tudunk megoldani, tőlemmel vártak meg bennünket, és megértéssel vették azt, hogy probléma lépett fel az adott csatorna vagy árokszakaszon. Szeretném kiemelni, hogy nagyon kevés esetben kellett kivonulni. Ami az elmúlt időszakhoz képest új volt számunkra is, az, hogy a katasztrófa védelem és a tűzoltóság nagyon kevés esetben hajlandó kivonulni, ugyanis olyan központi utasítás van, hogyha nagyon komoly és emberélet van veszélyben, akkor kell vonulni. Ezt polgármester úrral egyeztettük, és abban állapodtunk meg, hogyha előre jelzések nagyon csapadékos időszakot, vagy esetlegesen belvíz időszakot jelölnek ki, akkor a városgondnokság egy ügyeleti hálózat kialakításával, hétvégi ügyelet, vagy munkaidőn túli ügyelet keretében, akár éjszaka, vagy hétvégén is egy vonuló szolgálattal meg fogja ezeket a problémákat oldani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, így teljes az írott anyag, teljesen egyetértek képviselőtársammal mindenben, és én is szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy mindenkinek elemi érdeke az, hogy a saját háza előtti árokszakaszt lehetőség szerint elejéhez mérten tartsa karban, hiszen ezzel nem csak a saját vagyonát, hanem a egész utca vagy a környezetében lévők vagyonát is óvja és védi. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor én szeretném megköszönni mind a karcagi szakaszmérnökség, mind a vízgazdálkodási társulat, illetve a városgondnokság vezetésének és munkatársainak a munkáját, előrelátó ténykedését. Azért évről évre tapasztaljuk, hogy ha nem is túlságosan nagy, de kis lépésekben stabilan haladunk előre a belvíz problémában, a csapadékvíz elvezetésben. A tavalyi év mondjuk szerencsés is volt, hiszen valóban az aszály miatt lehetett olyan munkálatokat végezni a csatornák, árkok környékén, ami mindenképpen kedvezően befolyásoltam az idei csapadékosabb évkezdetet. Még egyszer köszönöm a vezetőségek, illetve a munkatársak ténykedését, munkáját, és a tájékoztatót elfogadásra javaslom. Szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk, előterjesztés a belterületi önkormányzati burkolt utak 2013. évi útkártyázási munkáiról és költségkeretének biztosításáról. Tisztelt képviselőtestület, mint minden évben most is a jó idő beálltával elkezdődnek a kártyázási munkák, szükség is van erre, hiszen a tél az mindig sokat rongál az úthálózatunkon. Mindenképpen szükség van azoknak a kátyuknak a kijavítására, amit az időjárás okozott. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Annyit mindenféleképpen szeretnék kiemelni, hogy az elmúlt évben a kátyúzás nagy részét a városgondosság végezte el, és annak ellenére, hogy a városon nagyon-nagyon sok kátyú van, ezek a kátyúk nem azok a kátyúk, amelyeket tavaly aszfaltozott ki a városgondosság, ezek új kátyúk, és bízom benne, hogyha ezek a kátyúk meg lesznek javítva, és ez a keret ismételten elég lesz hozzá, akkor a jövő évi kátyúzási keret nem azoknak a kátyúknak a javításával fog kimerülni, amelyeket
amelyet most megcsináltunk. Sajnos erre az elmúlt időszakban tapasztalatlan volt példa, az elmúlt év azonban nem ilyen volt. Ha testület is, én kérném a testületi tagokat, hogy fogadják el, támogassák ezt az előterjesztést, elfogadja, akkor úgy néz ki, hogy hétfőn már kezdeni is tudjuk a kártyázási munkákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazzunk, aki tudja támogatni az előterjesztést, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra, köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk, előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Varrulti bölcsőre felújítása érdekében benyújtandó pályázatról. Tisztelt képviselőtestület, lehetőség van arra, hogy a bölcsődét egy picikét ismételten szépítsük, fejlesztjük, felújítsuk. Van egy pályázati lehetőség, 80%-os támogatottsággal bír. Én javaslom, hogy támogassuk ezt, hiszen egy újabb értéket teremtünk azzal, hogyha a bölcsődénk állapotán javítunk. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelenkezést nem látok, szavazzunk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, előterjesztés a karcagi 5-ös számú fogászati körzet megszüntetéséről és az iskolafogászati körzet átadásáról. Ezt a témát több grémium is tárgyalta, a gazdasági tanácsadótestület és nyilván a szakbizottság is. A lényeg az, hogy dr. Szabó Ernőkő, doktornő szeretne praxisában iskolafogászati ellátást végezni, a körzeti praxis jogáról lemond, és a többi fogorvossal egyeztetve az a bizonyos körzeti fogorvosi praxis felosztásra kerül. Erről szól a történet mindenki legnagyobb örömére, hiszen mindenkinek ez volt a vágya. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 13. napi rendi pontunk, előterjesztés a karcagi többszélű kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására. Viszont képviselőtestület, hölgyeim és uraim, az új önkormányzati törvény rendelkezései szerint a társulás sorsa a tagok kezében van. Szabadon dönthetnek arról, hogy marad-e a társulás, megszűnik, esetleg kiválik valaki a társulásból. Nos, a karcagi többszélű kistérségi társulás tanácsa úgy döntött, hogy a társulás tovább működik, és ahhoz, hogy tovább működjön, ehhez mindenképpen egy megállapodás módosításra van szükség. Csak jelezni szeretném, hogy a mai délelőtt folyamán a társulási tanács ezügyben már döntött, és egyhangúan elfogadta a megállapodás módosítását. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen, érvénybe lépjen, az érintett önkormányzatoknak is el kell fogadni ezt. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelenkezést nem látok, ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 14. napirendi pontunk. Előterjesztés az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésekről szóló 235/2002 KT számú határozat módosítására. Az SNKFT és az Euró KFT 2013. június 30. napjáig biztosít étkezést, a szerződésben foglalt határidő lejár, ezért szükséges az ellátási szerződés módosítása. Javaslom, hogy 5 évvel történjen meg a módosítás. Ezt javasolta a gazdasági tanácsadó testület is egyhangulag. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 15. napi rendi pontunk, előterjesztés a karcag Varrult egyszám alatti 424,47 négyzetméter alapterületű
nem lakás céljára szolgáló főzőkonyha SM gyermekétkeztetési Kft. Részére történő bérbeadására. Tisztelt jelenlévők, Mészáros Zsolt ügyvezető igazgató kérelmezi a bérleti szerződés meghosszabbítását, hogy biztosítani tudja a város zavartalan és biztonságos közétkeztetését, valamint a meglévő munkahelyek megőrzését. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény. A GTT ezt a előterjesztést, illetve ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és ott támogattuk ezt a gondolatot. Javaslatom az, hogy 2018. június 30-áig kerüljön bérbeadásra ez a főzőkonyha. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem. Tartózkodás 7 igen, 2 nemmel. A képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. 16. napirendi pontunk előterjesztés a Karcag Damjanics út 67 szám alatti volt. A Ruhaipari Szövetkezet Kátai Gábor Kórház részére történő térítésmentes használatba adására. Tisztelt képviselőtestület, a kórházban a pszichiátria felújításra kerül, az ott tárolt anyagokat szeretné a kórház elhelyezni valahol, és főigazgató úr, akit köszöntök, dr. Nagy Mihály főigazgató úrat, kérése az, hogy valahol biztosítsunk erre lehetőséget, és az említett ruhaipari szövetkezetben van olyan lehetőségünk, ahol ezeket az eszközöket el tudják helyezni, ahol tárolni lehet. Természetesen a költségeket a kórházat terhelik. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Én javaslom, hogy támogassuk a kérést. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangul a került elfogadásra. Köszönöm szépen. 17. napirendi pontunk a jelentések. Összesen 4 darab jelentést találhatunk az anyagban. Van-e valakinek kérése, hozzászólása, véleménye ezekhez? Összevont szavazást javaslok. Jelentkezést nem látok. Ha tudjuk támogatni a jelentéseket, jelezzük. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. 23. napirendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére benyújtandó pályázatra. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, most van lehetőség viszonylag kedvező áron beszerezni azokat az eszközöket, ami szépíti városunkat karácsony környékén. Tudjuk nagyon jól, hogy azért ezek közül jó néhány már elhasználódott, mindenképpen célszerű a cseréjük, illetve egy pici bővítésre is van lehetőség így a pályázat kapcsán. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnévők. Azért kértem szót, mert a testületi ülést megelőző időpontban itt a kettes teremben ülésezett a pénzügyi bizottság, és hát természetesen ehhez a bizottsághoz is kerül ez az anyag, a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek a beszerzése. És hát ott el is hangzott felszólalótól, hogy milyen fontos ez a városunknak, hiszen az ünnepi fények emelik az ünnepnek a kellemes varázsát, a szépségét, a meghittségét, és bizony-bizony ezek a díszítések már az előző években is jelentősen emelték a főtérnek a ünnepi hangulatát. Akármikor én is autóval érkeztem este, végig csodálhattam a főtérnek a szép kivilágítását. Nos, ez a kivilágítás fog most ezzel a pályázati lehetőséggel bővülni, úgyhogy a bizottságunk, jól emlékszem, hogy egyhangulag, vagy nem is tudom, de nagy többséggel a bizottság támogatta, és elfogadásra javasolja a testületnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van-e további jelentkezés? Viszont a képviselőtestület, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy ez is egy olyan téma, amit természetesen, mint mindent lehet vitatni, hogy van erre szükség, vagy nincs, kell, nem kell. Én magam is úgy gondolom, hogy egy
ha nem lenne, az lenne a baj, ha van az a baj, vagy ha bővítünk, az a baj. Egy biztos, hogy egy karácsonyi hangulatot egy városnak biztosítani kell tudni. Én úgy hiszem, hogy az a dekoráció, ami itt a főteret díszíti, az nem túlságosan hivalkodó, nem föltől elrugaszkodott, de mégis valóban, ahogy képviselőtársam említette, egy olyan hangulatot áraszt, amit abban az időszakban az emberek szeretnek érezni és megélni. Úgyhogy ez valóban nem kötelező feladatunk semmiképpen, de egy városnak erre mindenképpen szüksége van, és nem csak a városnak, hanem elsősorban a város lakóinak. Én mindenképpen támogatom ezt a gondolatot, így pályázattal egy kedvező árfekvésben tudunk hozzájutni azokhoz az eszközökhöz, ami tovább díszítheti munkat. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom az előterjesztést, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás. Egy nem. 8, meglepően 8. Igen, egy nemmel a képviselőtestület elfogadta az előterjesztés. Egyeztetés, az egyeztetés nem sikerült most. 24. egyben utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Előterjesztés. Tessenek megőrizni a nyugalmat. 24. napirendi pontunk előterjesztés a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány alapító okiratának módosítására. Tisztelt testület, hölgyeim és uraim! Az alapítvány kuratóriumában személyi változás történt. Makula Ibolya, a kuratórium elnöke lemondott tisztségéről. Helyére mindenképpen új elnököt kell választanunk, és javaslom, hogy tegyük is ezt meg. Én javaslom a kuratórium elnökének Szakályné Kollát Emesét, aki eddig is tagja volt ennek a kuratóriumnak. Fiatal, agilis pedagógusról van szó, évek óta dolgozik ebben az alapítványban. Biztos vagyok abban, hogy el fogja tudni látni a feladatát. Miután az alapítvány kuratóriumának a tagja volt, így helyére is kell mindenképpen egy újabb kuratóriumi tagot választani. Az új kuratóriumi tagra is teszek javaslatot, dr. Kasuba Jánosnét javaslom új kuratóriumi tagnak. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Lánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tessék parancsolni, képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, kedves jelenlévők! Annak jogán bátorkodom szólni, nem is úgy, mint képviselő, annak jogán, mint akinek valami köze van ennek az alapítványnak az elindításához. 1995-et írtunk, és az elmúlt 23 év bizonyította ennek az alapítványnak a létjogosultságát, a jól meghatározott feladatait, a tenni akarását, és természetesen azt az anyagi hátteret, amely mögötte áll. Sok-sok embernek a munkája révén adódott, hogy ez nem egy holt alapítvány, hanem ez egy életerős, és olyan alapítvány, amely azt hiszem, hogy mindenkori önkormányzati támogatással, önkormányzati létrehozással annak idején a folyamat továbbvitelével bizonyította a létjogosultságát, még egyszer hangsúlyozom ezt. Az, hogy személyi változások vannak, mindenki maga tudja, hogy miért, meddig és mit tud vállalni, ezt tiszteletbe kell tartani. Még mindig tisztességesebb dolog, hogy ha esetleg egy feladatot nem tud vállalni, akkor erről a megbízatásról lemond, és átadja annak, aki esetleg ezt a tevékenységet tudja vinni. Nos, az új, a felsorolt személyekben garanciát látok, miután ismerem jól a nevelőtestületet, az ott dolgozók munkáját, az alapítvány célkitűzéseit, az alapítvány anyagi bázisát. Garanciát látok, és javaslom mindkét szemét megválasztása, és megköszönve a leköszönő elnöknek a tevékenységét. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestület, a testület és a hivatal nevében is szeretném megköszönni Makula Ibolya tanárnőnek az eddig végzett munkáját az alapítvány élén. Valóban, ahogy képviselő asszony említette, ez egy nagyon-nagyon jó célokért működő alapítvány, mindenképpen célszerű segíteni, támogatni munkájukat, azzal is, hogy elfogadjuk az új elnök és az új tag személyét. Ha nincs jelentkezés, akkor kérem szavazunk, aki tudja támogatni ezeket a személyi változásokat, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Viszont a képviselőtestület a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Engedjék meg, hogy a májusi havi előzetes programokról adjak egy rövid tájékoztatót. Ez a májusi, ez rögtön áprilisival kezdődik, hiszen még itt vagyunk az április végén, így hadd jelentsem, hogy április 26-án véradás lesz a Dévényi Kulturális Központban. Ugyanezen a napon jótékonysági estet rendeznek a Csíksomjóra indult lovas zarándoklat karcagon tartózkodása alkalmával. A karcagi születési Kátai Mihály Munkácsi díjas festőművész tart előadást, majd Tolcsvai Béla énekmondó koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Az adományokat az Anna Réti kápolna felépítésére fordítják. 27-én kerül sor a Nagykunság szépe szépségversenyre. Május 1-én a 9. Kunhagyományok napja rendezvényein vehetnek részt az érdeklődők a Zuglógerben. 6-a és 12-e között zajlanak a Kovács Mihály emléknapok rendezvényei. 7-én Romhányi József műveiből tartanak felolvasó délutánt a Csokonai Könyvtárban. 10-én a Rákóczi Szövetség műsoros estjének vendége Szörényi Levente előadó művész lesz. 14-én író-olvasó találkozót tartanak a Csokonai Könyvtárban, a vendég Ötvös László. A 25-én a Szimfonikus Zenekar jubileumi koncertje lesz a Dévényi Kulturális Központban. 26-án gyermek és családi nap, valamint szülői focitornára kerül sor a Liget úti sportpályán. 31-én kerül megrendezése a Városi Pedagógus Nap. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim! Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2013. május 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, a kedves televíziónézők figyelmét, a mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!